Jó hangulatban melegítettek a keddesti edzés kezdetén a BL-es labdarúgói. A keretben minimális változtatás történt az őszhöz képest, három labdarúgóval erősödött Evanics Zoltán csapata. Glavatics Milán hosszú szünetet követően tért vissza a Vasváriba, Sibinger Dávid és Pintér Roland pedig egyaránt fél év kitérőt követően húz ismét kék-sárga szerelést. Szerintem nagyon jó. Tehát én abban ilyen közegben is mentem el, és most is ilyen beérkeztem vissza, úgyhogy nekem teljesen megfelelő. Sok az ismerős, úgyhogy minden adott. Evanics Zoltán január közepe óta vezényel edzéseket a keretnek. Az első három hétben meg volt kötve a szakember keze, hiszen a havas, jeges, műfüves pályát nem használhatták a labdarúgók. A február viszont már remek körülmények között telt, ami az elvégzett munka minőségén is meglátszott. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszak jó körülményei azért helyreállították azt a rendetlenséget, ami itt volt az első három hétben. Hát azt hiszem, hogy nyugodtan várhatjuk a bajnokságot, amennyire rosszul indult, olyan jól fejeződött be a fölkészülés. Időjárás kegyeibe fogadott minket, úgyhogy én azt hiszem, hogy elvégeztük azt a formába hozó részét a munkának, amivel egy jó startot tudunk venni. A felkészülési mérkőzéseken nagyon gólerős játékot mutatott a BL-se, igaz, több esetben szerint képességű ellenféllel találkoztak a mieink. Az igazi erőpróba majd most vasárnap jön el, amikor is az első tavaszi fordulóban Kecerre látogatnak labdarúgóink.